Több mint fél éve hagyta ott a televíziózást Kálmán Olga, aki azóta rengeteg időt tölt a családjával, könyvet ír és újra munkába állt, egyetemen tanít. Nyolc hónapja kell mellőzniük Kálmán Olgát a nézőknek a képernyőkről, és azóta nagyot fordult a tévéssel a világ. Természetesen elsősorban családjával tölti az idejét, emellett azonban nem tétlenkedik. Már meg annyi karrier tanácsot kapott 11 éves fiától, Olga úgy döntött, Marci ötletei helyett inkább marad a saját terepén. Mostantól egy teljesen új kurzus vezetője leszek egy filmakadémián, ahol évek óta a magyar filmipar számtalan neves szakembere tanít, kezdte a sztorinak a családanya, akinek van némi gyakorlata, 25 éve tanít egyetemeken, tart tréningeket felső vezetőknek. Emellett könyvet ír, amelyre már régóta készült, sőt, bevette a YouTube-ot is. Elindítottam a saját csatornámat, úgymond a Kálmán Olga TV-t, próbálom mindenki számára érthetővé tenni a politikát, a gazdaságot, és a mindnyájunkat érintő társadalmi problémákat, mondta. A videó megosztón túl aktív Facebook felhasználó, sőt, belekezdett a blogjába is, ahol írásai mellett interjúkat is publikál. Mindezek ellenére azonban van, amit hiába tervezett el, a mai napig nem sikerült megvalósítania. Volt egy egészen hétköznapi tervem is az elmúlt 8 hónapra, szerettem volna végre rendet rakni a fűszeres szekrényemben, de már látom, ez változatlanul várat magára.